A 10 éves születésnap jegyében szervezték meg idén az évadzáró pikniket a pápai polgári körben. A 2002-ben alakult polgári eszméket és a nemzeti keresztény értékeket magáénak valló közösség számos neves vendéget köszöntött rendezvényein az elmúlt egy évtizedben, köztük Gíró Szász András politikai elemzőt, jelenlegi kormányszóvivőt, Makovec Imre építészt és Kövér Lászlót, a Fidesz választmányi elnökét is. 2002. július 10-én alakult meg pápán a polgári kör. Elnökének Kálmán Attilát választották, aki a református gimnázium igazgatójaként volt ismert a helyi közéletben. Az volt a célunk, hogy egy vesztett választás után voltunk, hogy megpróbáljuk fölemelni a fejét azoknak az embereknek, akik tényleg sajátjuknak érzik ezt az országot, ezt a várost, és szeretnének polgármódon élni. A jubileumi rendezvényen elhangzott. Az egész egy telefonhívással kezdődött. Dr. Kovács Zoltán a polgári kör alelnökének javasolta Rabi Istvánt. Ő a polgári kör jelenlegi elnöke. A Rabi Pisti édesapja meg az én édesapám együtt dolgoztak. És így ismertük azt a milliót, amiben a Pisti is, meg én is felnőttünk. És én tudtam azt, hogy ő műszaki egyetemistaként Petőfi szobornál még a kommunizmus ideje alatt megjelent, és elvitték Baracskára vagy Tökörre, nem is tudom, csak azért, mert ott egy kis zászlóskával megjelent a szobornál. Ez volt az úgynevezett emberarcú szocializmus, és 2 évre kivágták az összes egyetemről az országból. És azt gondoltam, hogy a Pisti innentől elkötelezett a jobbító világ fele, a rendszerváltás iránt, és hát azok a polgári érték, amit az édesanyja hozott még a 40-es évek világából, vagy azt megelőzően, az predesztinálja őt arra, hogy felhívhatom. Miért alelnöknek, miért nem elnöknek kérte fel? Ezen volt vita, hogy mi legyen, hogy alelnök legyen, vagy ne legyen elnök. A Pistit ilyen módon nem ismerték, én ismertem, és ő mindig is háttérbe vonult ezekbe az ügyekbe. Viszont a Kálmán Attila igazgató urat, azt meg mindenki ismerte. És hogyha egy olyan szervezetet építünk, ami komolyan a társadalmi élet fontos dolgaiba bele szeretne szólni, véleményt szeretne nyilvánítani, először indítsuk el arra azzal a személlyel, akit mindenki ismer, és véleményformáló, véleményt adó. És mellette felnőhetnek olyan alelnökök, mint például a Rabi Pisti, aki lehet hosszú távon véleményformáló. Így alakult ki az egész. Elindult tehát a pápai polgári kör, amely az évek során közel 500 fős taglétszámával a város egyik legnagyobb civil közösségévé vált. Igyekeztem érdeklődni az emberektől, hogy mi foglalkoztatja őket, mi keseríti őket el, mi az, ami mondjuk hát lelkesíteni őket. És olyan embereket hívtunk meg a legelső alkalmakra, akik vonzók voltak, például Makovec Imrét, Bayer Zsoltot, Németh Erzsébetet, nem tudom, ismerősek-e még ezek a nevek, és olyan embereket, akiknek úgy éreztük, hogy van mondani valójuk. A polgári kör tagjaként az első éveket megélni 2002 után milyen volt? Milyen volt a hangulat a polgári kör tagjai között? Hogyan látták a világot? Mit szerettek volna elérni? Mi az, ami jó volt számukra, mi az, ami nem? Hát, hogy láttuk a világot, azt gondolom, ezt nem nagyon kell kifejteni, de nagyon jó dolog volt az, akkor abban a szomorú, számunkra szomorú helyzetben, hogy együtt lehetünk, nem muszáj együtt lennünk, és nem párthoz, egy párthoz sem tartozott senki sem, hanem mi polgári körösök voltunk. És büszkék voltunk rá, nagyon jó volt mindig a hangulat, az, amikor felmentünk egy nagy ülésre Budapestre. Az első elnököt 2003-ban Tatára a református gimnáziumba szólította munkája. A kör élére az elnök helyettes Rabi István került. Ez a jó Istennek egy hihetetlen nagy áldása, hogy én ezt tudom csinálni, mert soha nem képzeltem volna, hogy ilyen emberekkel kerülök kapcsolatba, mint akik tényleg az ország színe javva. Ma is itt van mondjuk Melokkó Miklós művész úr, Szakály Sándor történész, és tehát ez nekem egy nagyon nagy adomány,
Ha a közösség szempontjából nézzük, azt gondolom, hogy ők is így vannak a dologgal, mert ők se tudták elképzelni, hogy ilyen emberek között foroghatnak, és általában ezek az emberek nem ilyen elefántcsontoronyban vannak, hanem utána megszólítható, lehet velük beszélgetni. Tehát igazi polgári gondolatot hordozó emberek. A jövőt tekintve pedig, ha rajtam múlik, én mindent el fogok követni, hogy ez az értékközösség megmaradhasson, és a továbbiakban is, mind politikai értelemben, mind kulturálisan, legalább olyan színvonalon tudja kifejteni a tevékenységét, mint ahogy eddig volt. A polgári kör az vállalja azt is, hogy politizál? Természetesen vállaljuk, mert mi egy jól körülírható értékvilágban szeretnénk élni, és nyilvánvalóan azokat támogatjuk, akik ennek az érdekébe tenni tudnak. A polgári körök mozgalma betöltötte szerepét, hiszen felszínre hozta az országban szunnyadó, polgári értékeken alapuló erőt, mondta a rendezvényen Kövér László. Az országgyűlés elnöke több évad záró polgári körös pikniken is jelen volt az elmúlt 10 évben. Elmondása szerint a pápai az egyik legnagyobb és ma talán a legaktívabb polgári kör az országban. Amit sajnálok, hogy a polgári köri megjelölés mögött nem mindig volt polgári tartalom. Most a szónak abban az értelmében gondolom ezt, hogy nem mindenhol volt meg az, amit az előbb beszéltünk, hogy lett volna egy alkalmas vezető, egy rátermett csapat, amelyik szervezte volna a többieket. Ezért aztán nagyon sok helyütt fölülről vártak valamiféle eligazítás, programokat, most akkor mit kéne csinálni, mondjátok meg. Én pedig ezekre mindig azt szoktam válaszolni, hogy hát a polgár az onnan ismerszik meg, hogy nem kell neki megmondani, hogy mit kell csinálnia, hanem körülnéz és felfedezi. Tehát azért ebben a tekintetben nem mindenhol voltak sikeresek ezek a polgári körök, de én azt gondolom, hogy összességében ez egy óriási érték, nem csak a Fidesz számára, mint segédcsapat, segéderő, hanem az ország számára is egy nemzet, egy társadalom akkor erős, hogyha a mindenféle fajta értékrendű és érdeklődésű emberek megtalálják a maguk tevékenységi terepét, ahol a másik emberrel össze tudnak fogni, össze tudnak kapcsolni, és együtt tudnak valamit csinálni. A Fidesz miben számít a jövőben a polgári körök részéről? Hát én azt szeretném, hogyha most már megmaradnának azok, akik eddig kitartottak, és én úgy látom, hogy ami a pápaiakat illeti, itt tényleg semmi probléma nincs, 10 év után még mindig ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan örömmel üdvözöljük egymást ezeken a találkozókon. Valahányszor választás lesz, akkor azt hiszem, hogy szó nélkül is jönnek és számíthatunk rájuk. Máshol pedig azt szeretném, hogyha innen ezekből a példákból erőt merítve újra tudnának építkezni, újra tudnák kezdeni. Megalakulása 10. évfordulója alkalmából június 23-án a Csókai Kisligetben tartott megemlékezést a pápai polgári kör. Vas Albert emlékművére domborművet készítettek, a jelenlévőket Dancs Ferenc elnök helyettes köszöntötte. Az Edvi Malomban kötetlen programmal folytatták az ünnepi programot, amelyre meghívást kapott Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő levélben üdvözölte a pápaiakat, gondolatait dr. Kovács Zoltán olvasta fel. Az én házam, az én váram, vallják az angolok. A pápai polgári kör az önök közös vára. Falai, bástyái az önök egymás iránti tisztelete, szeretete, az önök hűsége. Megvédi mindazt, amit az önök és valamennyiünk számára fontos, értékes, amit meg kell őriznünk utódainknak. Babits Mihály szerint a lélek nem jelenben él, írja, hanem kiterjedése van időben, mint a tárgyaknak a térben. Az önök kitartása, ragaszkodása az értékeik mellett hatalmas szunnyadó erő, óriási energia. Bármikor életre kelthető. Vigyázzanak hát rá, és vigyázzanak egymásra. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, Orbán Viktor! A rendezvényen fellépett a Vadvirág néptánc együttes. A talpalávalót a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar szolgáltatta.
Két héttel ezelőtt fogadta el a parlament, és július 1-én lépett hatályba a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény módosítása. A törvénymódosító javaslatot Györfi Balázs országgyűlési képviselő jegyezte, ő a vendégünk ma itt a stúdióban. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önt. Képviselő úr, miért volt fontos ennek a törvénymódosításnak a megalkotása? Köszöntöm a kedves tévénézőket. Hát ez a törvény ugyan nem egy idős törvény, azonban jó néhány éve hatályban van már, és bizony az élet hozta azokat a problémákat, amiket orvosolni kellett. Nem titok, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumban a kereskedőkkel egy hosszas egyeztetés előzte meg ezt a törvényjavaslatot, mielőtt benyújtásra került volna. Sok fordulós egyeztetés zajlott, és hát próbáltunk egy olyan konszenzusos megoldást találni, ami mind a kereskedőknek, és elsősorban természetesen a beszállítóknak is alkalmas az érdekeik érvényesítésére. Ugye nagyon régóta és nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a hazai termékek védelme érdekében, főként az élelmiszeripari mezőgazdasági termékek védelme nagyon fontos, illetve az ő forgalomba kerülésük, piacra jutásuk segítése nagyon fontos, különösen igaz ez mondjuk a nagyáruház láncokra. Ez a törvény, amely most elfogadásra került, ez biztosítja, tehát segíti akkor a hazai termelőket, élelmiszerelőit, állítókat? Mindenképpen a törvény módosítás több fontos részét korrigálja a korábban elfogadott törvénynek, hogy néhány fontos szegmensét kiemeljem. Először is tisztázzuk, hogy mi a kereskedő és mi a beszállító. Ugye ennek a definíciója nagyon fontos, hisz sok esetben a forgalmazók visszaéltek azzal, a kereskedők visszaéltek azzal, hogy anya-leányvállalat között ugye egy beszállítói viszont létesítettek, ennek a lehetőségét immáron lezártuk. Ami mindenképpen előnyös egyébként mind a kereskedőknek, mind a beszállítóknak, az új termékek piacra jutásának segítése. Ez alatt azt kell érteni, hogy egy új termék piacra dobása esetén a kereskedőnek megvan a lehetősége arra, hogy visszárúzza ezt a terméket, amelyben a fogyasztók nem tüntetik ki bizalmukkal az új terméket. Tehát ez neki egy kockázatcsökkentő tétel, a termelőnek pedig egy olyan lehetőség, hogy nem kell nagy csatákat vívni a kereskedővel azért, hogy a polcaira helyezze el ezeket a termékeket. Van még ugye ennek a törvénynek néhány nagyon fontos része. Én csak a címszavakat mondom, és arra kérem, hogy Ön pedig világítsa meg, hogy pontosan ezek mit jelentenek. Ugye a polcpénz megszüntetéséről is tartalmazza a törvény, a fizetési határidőket szabályozza, szól a vitás esetek felgyorsításáról, és a diszkriminatív árazás tiltásáról is. Fussunk végig mindezen, hogy pontosan mit is jelent, és kinek is az, szolgálja az érdekét. Jó, hát akkor kezdjük a polcpénzzel, de ez egyébként ennél bővebb, mint a polcpénz, de talán ez az, ami közérthető. Igazából azt deklaráltuk, hogy a termékek tárolásával, hűtésével, élőállat vonatkozásával, tartásával kapcsolatos költségek, azok a kereskedőt kell, hogy terheljék, és azok nem áthárítható a beszállítóra, hogy az érthető legyen. Nagyon sok esetben a kereskedők azért, hogy egyes termelőknek a termékeit a polcaikra elhelyezzék, polcpénzt kértek tőlük, effektíve kibéreltették a saját polcaikat a beszállítókkal, vagy hogy más oldalról közelítsen meg, hűtést igénylő termékek esetében a hűtés költségeit, vagy élőállat vonatkozásában, amelyiként jellemzően az élőhal volt, különösen ugye a karácsony időszakban, ott mind a tartásával, a táplálásával kapcsolatos költségeket, azokat áthárították a beszállítókra. Hát ennek most legális keretek között nincs többé lehetősége. Ez mindenképpen egy nagy előrelépés. A másik fontos dolog, amit tetszett említeni, az a fizetési határidő. Nagyon sok esetben a kereskedők 180 napos fizetési határidőket határoztak meg, ami közgazdaságilag nyugodtan kimondható, finanszíroztatták magukat a saját beszállítóikkal. Bocsánat, 180 nap, mondjuk, hogyha csak a 6 hét alatt fölnevelt csirkét számítjuk, hány generáció csirke jut el ugyanannak az üzletnek a polcaira, mire az első szállítmányt kifizetik? Nagyon sok ez. Így van, ez nagyon sok. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a kereskedőknek 15 napon belül be kell fogadniuk a számlát, és a számla megérkezésén követően 30 napon belül kötelező kiegyenlíteniük a fennálló tartozásukat a beszállítók felé. Tehát egyszer is mindenkorra véget vetettünk ennek a visszás esetnek, ami valóban azt eredményezte, amit Ön is említett, hogy nagyon hosszú ideig a termelő szempontjából többször megforduló
beruházás után jutott csak hozzá az adott esetben fél évvel korábbi teljesítésének az ellenértékéhez. A vitás esetek felgyorsítása még egy fontos része ennek a törvénynek. Mit akar pontosan? Így van, tehát ez egy mutáció egyébként a fizetési határidő esetén az előbb felvázoltaknak. Tehát vitás esetek kapcsán sok esetben nem fizettek, és hát legfeljebb a bíróság megállapította, hogy mégis a beszállítónak van igaza. Most itt, hogy gyorsítsuk az eljárásokat, egyrészt előírtuk, hogy a szükséges információk, amik elektronikusan beszerezhetők, azokat elektronikusan szerezze be a nyomozóhatóság. Másrészt pedig az eljárást akadályozó személyek most már szankcionálhatóak, tehát bírsággal sújthatóak, amennyiben nem működnek együtt a hatósággal. És akkor még egy fontos dolog, ez a diszkriminatív árazás tiltása. Ugye még a polcpénzről szerintem mindenki hallott már, vagy az ebbe a kategóriába tartozott. Ez a diszkriminatív árazás, ez viszonylag kevésbé ismert fogalom. Hát a fogalom az kevésbé ismert, azonban a mögötte való tartalom azt gondolnám, hogy nem lesz ismeretlen a tévénézőknek sem. Itt arról van szó, hogy a kereskedőláncok sok esetben a külföldi termékekre, most nem árulok el nagy titkot, ez alapvetően a tejtermékekre vonatkozik, tehát ott volt ez egy nagyon fontos előrelépés a hazai tejtermelők részéről. Tehát a kereskedők nagyon sok esetben a külföldről érkező import termékekre egy alacsonyabb árrést tettek, ezáltal mesterségesen megdrágítva a magyar terméket a magyar fogyasztók számára, és hát ennek vetettünk most véget. Származási ország szerint nem lehet diszkriminálni a beszállítókat, a termelőket, mindenkire ugyanazt az ár és tömeget kötelesek a kereskedők alkalmazni. De ugye itt tehát ugyanazon termékről van így szó, van, tehát húst a hússal, tejet a tejjel így kell van, így van, sőt, itt még árnyalnám, tehát a 2.8-as UHT-tej és egy másik 2.8-as UHT-tej az, ami azonos terméknek minősül, tehát mondjuk egy 2.8-as UHT-tej, egy 2.8-as friss tejjel már nem azonos terméknek minősül, tehát itt ügyesen el kell határolni azokat a szegmenseit ennek a termékkörnek, ami alapján valóban tudjuk védeni a hazai termelőket, és ezáltal egyébként a fogyasztókat is. Eredményezheti a képviselő úr ez a törvény, vagy ez a törvénymódosítás azt, hogy egyre több hazai termék kerüljön az üzletek polcaira, és most itt elsősorban ugye a nagy áruházláncokról beszélünk, hiszen azért a hazai tulajdonban lévő kisebb üzletek azért a magyar terméket jobban álmodjukban keresni. Tehát lesz-e ilyenfajta változás? Lesz, és nagyon reméljük, hogy a konszenzus, ami egyébként körvonalazódott a minisztériummal, illetve a kereskedők képviselővel folytatott tárgyalások során, a kereskedők vállalták maguk is, hogy folyamatosan egyre nagyobb teret engednek a magyar termékeknek. Természetesen mi ezt jogszabályokkal próbáljuk majd be is betartatni velük, de igazából sokkal könnyebb egy konszenzus alapján előrelépni, amikor nem kényszerből, hanem egy megállapodás alapján választják a kereskedők a magyar termékeket, és nem úgy kell rájuk kényszeríteni. Képviselő úr, köszönöm, hogy mindezt elmondta, és reméljük, hogy a törvényjavaslat valóban fogja azt a célt szolgálni, hogy minél több magyar termékkel találkozhassunk majd az áruházak polcain. Jó, köszönöm szépen. Egy aktualitást azonban, ha megengedne, még mondanék, hisz a sajtó itt az elmúlt hetekben elég hangos volt azokkal a földekhez, állami földekhez kötődő hírekkel, amik hát sajnos az én családomat is elérték. És hát természetesen itt is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy visszautasítsam azokat a vádakat, miszerint bármilyen politikai ráhatás történt volna a tekintetben, hogy édesapám egy 9,6 hektáros szántóbérleti jogát elnyerte. Természetesen lehet mondani, hogy ez magyarázkodás, éppen ezért nem is szeretnék ehhez különösebben többet hozzáfűzni. Tényeket szeretnék mondani, az országban elsőként és tudomásom szerint egyedüliként nyilvánosságra hoztuk a pályázati anyagot, amit immáron mindenki, szakértők, laikusok megtekinthetnek, és bízom be, hogy annak szakmaisága és minősége mindenkit meggyőz arról, hogy nem volt szüksége ennek a pályázatnak politikai hátszére, aki azonban bármi ilyesmit talál, én kérem, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket, és állunk természetesen, mivel tiszta a lelkismeretünk, minden jogi, erkölcsi és politikai következmény elé. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.
Sikeresen zárta a 2011-2012-es tanévben az iskola rendőre programot a pápai rendőrkapitányság, mondta el televíziónknak Császárné Elek Veronika kiemelt megelőzési főelőadó. A kapitányság illetékességi területén 22 általános iskola működik, a rendőrök ezekkel tartották a kapcsolatot a tanév során. Az alezredes úgy tapasztalta, az oktatási intézmények egyre inkább igénylik a rendőrség ezen szolgáltatását. A pápai rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános iskolák mindegyikének van iskola rendőre, főként a körzeti megbízottak, hiszen fontos, hogy közvetlen kapcsolata legyen a rendőrnek az adott településsel, intézménnyel. A rendőröknek ez nem kis feladat, hiszen egyrészt gyerekekkel kell foglalkozni, ez pedig azt feltételezi, hogy a rendőrnek jó kommunikációs képessége kell, hogy legyen, egy kis pedagógiai érzék, és a szakmát is a gyermekek fele kell közvetíteni, tehát barátságosnak kell lenni, szeretni kell a gyerekeket, és tudni is kell velük bánni, tudni kell velük beszélgetni, az órákat érdekessé kell tenni, tehát nem lehet szárazon előadni a közlekedési szabályokat, a gyerekeket motiválni kell, és játékosan kell feléjük közvetíteni azokat az ismereteket, amit szeretnénk, ha elsajátítanának az év során. Az iskola rendőri feladatokat a kapitányság munkatársai egyéb szolgálati feladataik mellett látják el. Mindegyik iskolában elindult az iskola kezdési kampány. Ez azt akarja, hogy szeptemberben feltérképeztük, hogy mely iskolák vannak forgalmasabb utak mentén, és ezeknél az utaknál, az zebrák környékén forgalomsegítést hajtottunk végre. Ebbe bekapcsolódott a rendőrség mellett a polgárőrség és a közterületfelügyelet is. Az iskola kezdési akcióval együtt a tanév elején megkezdődtek a közlekedésbiztonsági tanórák is, melyek főként az első osztályosoknak szóltak. Ők most jöttek az óvodából a közlekedési szabályokkal, vagy éppen azzal az útvonallal, ahol most újonnan kell közlekedniük, nem biztos, hogy tisztában vannak, nem tudják, hogy biztonságosan hogyan kell eljutni az iskoláig, ha netán nem kísérik őket. Ebben szerettünk volna nekik segítséget nyújtani, de természetesen a felsőbb évfolyamoknak is tartottunk közlekedésbiztonsági órát. Az iskola kezdési kampány keretén belül folytattuk a Superbringa akciót, azaz ismét kimentünk az általános iskolákba, és azoknak a kisgyerekeknek, akik hajlandóak voltak bemutatni a kerékpárjukat, a közlekedésfelügyelet munkatársaival megnéztük a járműveiket, megnéztük, hogy biztonságos közlekedésre alkalmasak-e, a kötelező tartozékokkal fel vannak-e szerelve, és amelyik kisgyereknek megfelelő volt a kerékpárja, ő kapott egy Superbringa matricát. A Superbringa program keretében emellett három iskola vállalta, hogy pedagógus szakreferens közreműködésével megtartják a Superbringa tanfolyamot is a felsőbb évfolyamos diákoknak. Az iskola kezdési kampányt követte a tanév során a tanórák tartása, de nem csak közlekedési témában kérték a pedagógusok az oktatást, hanem drogprevenciós órákat is tartottunk a gyermekeknek, illetve főként arról tájékoztattuk a fiatalokat, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek az ő korosztályukra jellemzők, illetve hogyan tudják elkerülni azt, hogy áldozatokká váljanak. Volt olyan iskola, nem is egy, ahol az iskola rendőr minden évfolyamba el tudott jutni, és szinte minden témát körüljárt a gyermekekkel. Sláger téma volt még, ha így nevezhetem, az internet veszélye, hiszen a gyermekek egyre több időt töltenek a számítógép előtt, és nem csak játékok, hanem a közösségi oldalakkal is egyre többet foglalkoznak, és itt nagyon nagy a veszélye annak, hogy áldozatokká válnak, vagy óhatatlanul akár ők is bűncselekményeket követnek el. Az iskola rendőrök egyébként nem csak hivatalos tennivalóik miatt keresik fel az oktatási intézményeket, hanem lehetőség szerint bekapcsolódnak az iskola szabadidős tevékenységébe, életébe is.
Mondhatnám itt példaként a gyermeknapi rendezvényeket, több vidéki iskolában a rendőreink kutyás bemutatót tartottak az iskola által szervezett gyermeknapokon, vagy éppen kresztesztet töltettek, vagy közlekedési ügyességi pályát alakítottak ki a gyerkőcöknek, de volt olyan iskola rendőr, aki például az iskola által szervezett házi közlekedési verseny lebonyolításában segítkezett. És a pápai rendőrkapitányság specialitása a tanévzáró rendezvényként tartott közlekedésbiztonsági nap. Ebben a tanévben 3 iskolában sikerült ilyen közlekedésbiztonsági délelőttel zárni az iskola rendőre programot. Itt pedig a rendőreink egész délelőttös elfoglaltságot nyújtottak az iskola valamennyi tanulójának. A gyermekek megtekinthették a rendőrautót, közlekedési ügyességi pályán biciklizhettek. A kresztudásukról adhattak számot, és többféle témában bűn- és baleset megelőzési előadásokat hallgathattak. És azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek és a pedagógusok is nagyon szeretik ezeket a programokat. Az iskola rendőre program sikeres volt az elmúlt tanévben, összegezte Császárné Elek Veronika rendőr alezredes, hozzátéve, ebben a rendőrkapitányság munkatársai mellett az oktatási intézményeknek is jelentős szerepe volt. Azt tapasztaltuk, hogy korábbi években az iskolák nem mindig voltak tisztában azzal, hogy mit is rejt ez az iskola rendőre program. Éppen ezért most szeptember elején, azaz a múlt tanévben egy ifjúságvédelmi konzultációra hívtuk az általános iskolai pedagógusokat, ifjúságvédelmi felelősöket, és tájékoztattuk őket arról, hogy miben tudunk nekik segíteni, az iskolarendőrök milyen feladatokat láthatnak el az iskolából, bátran kérjék a segítségüket, és tájékoztattuk őket az iskolai agresszió kezelésének a lehetőségeiről is. Ezt követően tapasztaltuk, hogy a pedagógusok, illetve az igazgatók egyre gyakrabban kérik az iskola rendőr közreműködését, nem csak azért, hogy tanórákat tartson a gyermekeknek, hanem hogyha történik egy probléma az iskolában, ami már rendőrségi hatáskör, például telefonlopás, pénzlopás, vagy komolyabb iskolai verekedés, akkor általában azonnal szólnak az iskola rendőrnek, aki kimegy, és ott a szükséges intézkedéseket megteszi. Az iskola rendőre program szeptemberben folytatódik a pápai rendőrkapitányság illetékes területén működő általános iskolákban. Különleges játék délelőttöt tartottak június 27-én a gyerekeknek a Fenyves erdő bölcsődében. Az apróságok 3 új udvari fajátékot vehettek birtokba, de légvár, vattacukor és zenés foglalkozás is várta őket. Közel 100 kisgyermeket gondoz a Fenyves erdő bölcsőde, s még így nyáron is csak nem 70 kisgyermek jár naponta az intézménybe. Ők örülhettek elsőként az új fajátékoknak, amit a bölcsőde vásárolt, s egy különleges játék délelőttön adott át a kicsiknek. Gondolkodtunk rajta, hogy hová is vásároljunk játékokat. Ha bemegyünk a csoportszobába, nagyon sok játék van. Mi azért mégis azt gondoltuk, hogy ne a csoportszobát gazdagítsuk, hiszen ott is kell, mert hát a gyerekeknek a játék az életük. De azt gondoltuk, hogy mégis inkább az udvari játékokat, mert emellett nagyon fontos, hogy a szabad levegőn mozogjanak, szabad levegőn tartózkodjanak, hiszen elég sok kisgyerek lakik lakótelepen, és a szülőknek nincs idejük arra, hogy kellő időt töltsenek velük a szabadban. Azon kívül a szabadban való mozgás az új élményeket ad a gyerekeknek, új ismereteket, azon kívül, hogy nagyon egészséges. A játékok kifejezetten fajátékok, és miután a fajátékok elég drágák, ezért elég sokat kellett kutakodnunk, hogy a lehető legjobb árajánlattal tudjunk vásárolni. A Teutonok által ajándékozott pénzből vásároltuk meg a lovas szekeret, 2 ló és 1 szekér, és a rönkvonatot. Ezen kívül a tavalyi vajdai napok bevételét egészítettük ki, abból pedig megvásárlásra került a traktor a 2 pótkocsival.
A három játék közel 500 000 forintba került. A Teuton Lovagrendtől kapott 176 000 forint fedezte a lovasszekeret és a rönkvonatot, a Vajda lakótelepi napon összegyűlt pénzt, 135 000 forintot pedig a bölcsőde egészítette ki, hogy megvásárolhassák a 290 000 forint értékű traktort a pótkocsikkal. Igen, szűkös a költségvetés, de azért mindig törekszünk arra, hogy játékra jusson belőle, és hát így volt ez most is, úgyhogy nem volt gond, nem is volt kérdés, hogy kiegészítjük mi ezt a pénzt. A fajátékok nem csak hogy nem olcsók, de fenntartásuk is többe kerül, mint a műanyagoké. Az intézmény mégis ragaszkodott az elképzeléseihez. Mindegyik fából készült. Igaz, hogy a fa fenntartása, karbantartása költségesebb, mint a műanyagjátékoké, de mi mégis a fajátékokat szeretjük. Szerintünk valahol itt kell elkezdeni környezettudatos nevelését a gyermekeknek ezeken a játékokon keresztül. Az pedig ugyancsak szempont volt, hogy az új játékok kiválóan illenek a zöld környezetben lévő bölcsődéhez és annak udvarához. A játékok felavatását nem kísérte hivatalos ünnepség, különleges játék délelőtt azonban igen. Azt találtuk ki a kolléganőkkel, hogy egy ilyen nyár indító, nyár köszöntő délelőttöt csináljunk a gyerekeknek. Más lesz, mint a megszokott játék délelőtt, mert hogy színesebb lesz, érdekesebb lesz, lesznek benne meglepetések, bár ugyanúgy a játék és a gyermekek lesznek a főszereplők, csak egy kicsit most másképp gondoltuk. A gondozónők az udvaron felfújták a bölcsi ugrálóvárát, az új játékokat szalagokkal díszítették, az épületre és a kerítésekre színes lufikat kötöttek, előkerültek a buborékfújók is, és vendég is érkezett az apróságokhoz. Bár a kisgyermek nevelők is nagyon szeretnek énekelni, tudnak is énekelni, és nagyon sok énekes játékos programot tartanak a gyerekeknek, de azt gondoltuk, hogy egy kicsit színesítjük, ezért a Musical Studio-ból Vera fog jönni hozzánk, ő is játszik egy kicsit a gyerekekkel, énekel nekik. Azon kívül, hogy azért a megszokott üdítőn kívül legyen valami más, ezért a kollégánk vattacukrot fog neki készíteni. A meglepetés jól sikerült, a gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat. Kilencedik családi napját tartotta szombaton a Veszprém megyei idősek otthonainak egyesített szociális és módszertani intézményének Pápa Kovácsi idősek otthona. A rendezvény a Nemzeti Erőforrás Minisztérium háttérintézményeként működő Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt kortárs idősügyi program pályázata és a Pápa Kovácsi önkormányzat támogatásával jött létre. Egészséges vigadalom, ez volt a címe az idős otthon családi napjának. 9. alkalommal szervezzük meg családi napunkat, ahova meghívjuk a lakóink hozzátartozóit, és egy kellemes napot tudnak eltölteni. Minden évben igyekeztünk valamiféle motto köré rendezni a programjainkat, és ebben az évben az egészséges vigadalom mottót választottuk. Nagy örömünk ebben az évben, hogy a Pápa Kovácsi önkormányzat polgármesteri hivatal is támogatta ezt a rendezvényünket, és nagyon kedves számomra az, hogy a Pápa Kovácsi nyugdíjas klub tagjait is itt a meghívott vendégeink között köszönhetem, valamint örömünket növeli továbbá az, hogy a társintézményeink, tehát az intézményünk telephelyei is, telephelyein élők is képviseltetik magukat, és így a vendégeink között vannak a Devecseri, Külsővati, Szőci és a Perematon intézmény lakói is. 2012 az aktív idősödés éve, a program szervezői ehhez a mozgalomhoz is kapcsolódtak a családi nap megszervezése során. Nagyon kapora jött nekünk az Európai Unió által ez a kezdeményezés, hogy az aktív idősödés európai, illetve az európai éve, valamint a nemzedékek közötti szolidaritás évévé is nyilvánította. Úgy gondolom, egy bentlakásos intézményben nagyon fontos ennek a mottónak, ennek a momentumnak a mindennapokban való megélése, mert attól, hogy valaki bekerül egy bentlakásos intézménybe, nem szabad, hogy elveszítse külvilággal való kapcsolatát, és az itt dolgozó munkatársaknak mindent meg kell ahhoz tenni, hogy az intézményben élők az aktivitásukat, önállóságukat, a mindennapi élettel való kapcsolatukat minél tovább fent tudják tartani. Ennek a jegyében
állítottuk össze a mai programunkat is, és bízom abban, hogy mindenki megelégedésére meg tudjuk ezt a mai napot szervezni, és kellőképpen lebonyolítani. Vásári komédia, vadvirágos néptánc fellépés, az olimpia évejegyében közös torna és zenés produkciók fellépések színesítették a szombati programot. Az egészségsátorban méréseket végeztek, és az egészséges táplálkozás jegyében ételkóstolót is tartottak. Vannak meghívott vendégeink, meghívott szereplőik, illetve mi saját magunk is készültünk. Aztán igyekeztünk azon, hogy ebben az évben olimpiát is ünnepelünk, és a kollégáim vezetésével egy kis közös reggeli tornára hívtuk a meghívott vendégeinket, illetve a lakóinkat. Hát a nagy meleg miatt ez elég nehezen sikerült, hiszen ez akadályozza azért a testmozgást. A szereplőink között köszönhetjük a szó- és képszínpadot, hamarosan fog érkezni a Vadvirág néptánc együttes, illetve szerepel majd nálunk a Vidám Nagyik csoportja Pápáról, és mi is készültünk, természetesen a mi lakóink is fognak előadni már megszokott módon egy-egy kis produkciót, versekkel, énekekkel, illetve a Győri Ki Mit Tudon sikeresen szerepeltek, minden telephelyünkről érkeztek ide most szereplők. Ének az Esőben lesz egy közös produkció, illetve a külső vati telephelyünk egy külön produkcióval készült. Aztán délután lesz a Gannai Vulkán Egyesület zenés egyvelege, valamint a nap zárásaként és a további jó hangulat megalapozásaként a HTN 30-on túli nővérek csoportja sláger egyveleggel készült. Őrőlük azt kell tudni, hogy a külsővati idősek otthonában dolgozó nővérekből alakult nagyon vidám társaság. Vannak kísérő rendezvényeink is, mert hogy az egészséges vigadalom alá rendeztük ezeket a programjainkat. Az egészség sátorban a különböző egészségügyi paramétereket lehet megméretni, illetve ételkóstolással, egészséges ételkóstolással egybekötött programunk is alakult ki, amit majd délben fogunk megnyitni, és itt olyan ételeket készítettek el a kollégáim, amellyel fogjuk tudni egy picit ösztönözni a meghívott vendégeket, lakókat, hozzátartozókat arra, hogy az egészséges táplálkozás felé próbáljanak meg elmozdulni. Az aktív idősödés évére való tekintettel, a meghívott vendégek közreműködésével vállalásokat fogalmaztak meg, melyeket fel is tűztek az idős otthont jelképező tölgyfára. Nem csak fürdeni lehet a Balatonnál, a turisztikai attrakciók sorában az egyik legújabb a Keszthely és Gyenesdiás közötti állatpark. A létesítmény a főútról könnyen megközelíthető. Gyerekcsoport az állatparknál, a szürke marhát csodálják, az állat ritkán látott faj számukra. Régen ezek az őshonos magyar állatok, ezek hozzátartoztak a falu képhez, a falun az embereknek megélhetést nyújtottak. A mai napon, vagy a mai napokban pedig már a gyerekek sokszor úgy gondolják, hogy a grill csirke a csirke, vagy pedig a disznót is csak igazából a hűtőpultokon látják. Tehát jónak találtuk azt, hogyha megismerkednek azokkal az állatokkal, amikből korábban éltek. Az állatparkot a Bakonyerdő ZRT hozta létre Gyenesdiás és Keszthely között egy 4,2 hektáros területen. A látogatók hazai vadfajokkal, például gimszarvassal, őzzel, vaddisznóval vagy fácánnal találkozhatnak. Emellett magyar kutyafajtákat és őshonos házi állatokat is telepítettek ide. Például szarvasmarhát, sertést, lovat, juhfajtákat, tyúkféléket, vízi szárnyasokat. A kialakítás során törekedtek arra, hogy az állatoknak megfelelő életteret biztosítsanak a természetes erdős környezetben. A beruházás környezetvédelmi célokat is szolgált. A terület ez a Keszthely és Gyenesdiás között az elkerülő út mellett található, aki ellátogat erre a két településre, az útról észre fogja venni, és aki korábban járt itt, az azt is látta, hogy ez egy elvadult, elhanyagolt terület volt. A nagy rész ilyen illegális szemétlerakókkal, illetve elbozótosodott területtel,
Tehát úgy érzem, hogy a Bakonyerdő ezzel az önkormányzatoknak is a tetszését itt kivívta, hogy rendbe tette a területet, és ugyanakkor pedig egy látványosságot hozott létre. A Balaton környékén ez a turisztikai attrakció egyedi? Van itt a környéken az Afrika Múzeum, ami viszont teljesen afrikai állatok, illetve múzeum jellege van. Talán hasonló található Salföldön, ami azért innen viszonylag távol esik. Tehát itt nyaralók azok nem annyira szívesen mennek el. Próbáltuk a látogatottságát ugye a környéken lévő más nevezetességekkel vonzóbbá tenni, ezért különböző kedvezményeket adunk a kastélyt látogatóknak, vagy pedig akik a Vesz-Balaton kártyával rendelkeznek, azoknak is a belépőjegy árából 15% kedvezményt adunk. Ő Bebe, a kisbárány, meg lehet simogatni. Gyerekek is itt tetetgetik, az itt a jó kapalicsok körbeállják. Az állatparkban a látnivalókon kívül turisztikai élményelemekkel is szolgálnak. A látogatóparkon belül található egy állatsimogató, ahol mindenféle kockázat nélkül akár pár éves gyerekek is a kisbirkákat megsimogathatják, megetethetik. Ez is egyik látványosság ennek a területnek. Illetve hát tervezzük a későbbiekben esetleg kis kocsikázást itt a területen. Nem messze található az erdészetnek egy erdei látogató központja, a Nagymező. Tervezzük azt is, hogy esetleg innen egy lovas kocsival föl lehet menni az erdőbe, és onnan ide-vissza. A Bakonyerdő ZRT közjóléti tevékenységében az állatpark az egyik legújabb lépés. A Keszthelyi hegységben folyamatosan karbantartják, felújítják az erdei utakat, kilátókat, hogy rendezett környezet fogadja a turistákat. Az erdőgazdálkodási vállalat partnere a megvalósításban a Magyar Fejlesztési Bank. A tehetség ajándék, nem érdem, de kötelez. E gondolat jegyében járjuk körül ma Cseperedő magazinunkban a tehetség témakörét. Megkérdeztünk diákokat, pedagógusokat, hogy szerintük mit jelent a tehetség, és arról is beszélgettünk, hogy vajon az eredmények mögött mennyi munka van. Köszöntöm a Cseperedő nézőit! Ezúttal a tehetségről lesz szó, ami egy nagyon nehezen meghatározható fogalom, úgyhogy szakember segítségét kértem ebben. Simonné Zahár Annával beszélgetek a következő percekben. Azt mondjuk tehetségesnek azt az embert, aki átlag feletti általános képességekkel rendelkezik, vagy átlag feletti speciális képességekkel rendelkezik, megfelelő kreativitással rendelkezik, és a feladat iránt megfelelő elkötelezettséggel bír. Na most az átlag feletti általános képességek, azokat a gyerekeket szoktuk úgynevezett okoskának nevezni, mert rengeteg információt képesek feldolgozni, megjegyezni, azt szoktam mondani, mint a szivacs begyűjtenek mindent, amivel találkoznak, és gondolkodási képességük az nagyon magas fokú, tehát általánosítanak, összehasonlítanak, következtetéseket vonnak le, tehát mindenféle olyan gondolkodási művelet, ami őket kielégíti annak érdekében, hogy még mit tudok ezzel az információval kezdeni, és megfelelő kommunikációs készséggel is rendelkeznek, mert amit megtanultak, meg amit kitaláltak, következtetéseket vontak le, azt el tudják mondani másoknak, akár írásban, akár szóban. Természetesen vannak speciális képességek is, többek közt például nyelvi, zenei, matematikai vagy épp mozgásos képességek, mondta a pszichopedagógus. Ha egy-egy területen kiemelkedő a gyermek, azt hamarabb észreveszi a szülő. A képességek kibontakoztatásához azonban szükségesek az úgynevezett háttéralapok. Ezek a háttéralapok, ezek a
motivációt adják tulajdonképpen, hogy tudjunk élni azokkal az adottságokkal, amikkel rendelkeztünk. Ezek a megfelelő érdeklődés, tehát legyen nagyon kíváncsi, hogy mit tudnék én még itt ebből összebogarászni, hol tudjak még utána nézni, tehát ez nagyon fontos. A versenyszellem, akár saját magával is versenyezzen, hogy milyen célokat tűztem ki, ma meddig jutottam el, holnap még meddig fogok, saját magamat hogy tudom még túlhaladni. A megfelelő érdeklődés, tehát kíváncsi legyen, hogy mit akarok még megtudni, meg kitartás is legyen benne, mert azért nagyon sokszor látjuk azokat a megszállottakat, akik igazából egy-egy tudomány területén elkötelezettek, hogy nincs éjszaka, nincs nappal, mert annyira bele tudnak feledkezni ebbe, és megfelelő emocionális biztonság, tehát érzelmileg legyen megalapozott, ugyanis, hogyha valaki kudarcokat nem tudja elviselni, és ott hagy csapott papot, mert neki ez nem sikerült, akkor nem tud kibontakozni a tehetsége. Tehát igazából ezek a háttér alapok, ezek kellenek ahhoz, hogy azok az adottságok, amikkel született valaki, ezek megfelelő szintre tudjanak fejlődni. Igazából mikor érdemes ezt elkezdeni, azt gondolom, hogy nagyon személyiségfüggő, mert nem minden gyerekbe egyforma időben jön elő az, hogy miben tehetséges. Van, aki nagyon sok minden után érdeklődik, egyforma szinten bogarászik mindenhol, és esetleg csak későn jut. Azt gondolom, hogy a lehetőséget kell nekik megadni, de akkor, amikor egy gyerek kérdez, tehát azt gondolom, hogy aki igazán olyan adottságokkal született, olyan jó kérdéseket tud föltenni, csak akkor, amikor mi esetleg nem vagyunk azon a szinten, amint ő is, nekünk az nem jelent problémát, ami neki, mert nyilván bennünket nem érdekel, akkor esetleg tudjuk azt mondani, hogy ó, nem kell ezzel foglalkozni. Na most, hogyha így viszonyulunk egy ilyen kérdéshez, akkor a gyerek, mivel ugye a szülő az egy bálvány, és ő rá fölnéz a gyerek, azt gondolom, hogy ilyenkor hamar le lehet szoktatni a gyereket a kérdezésről, a kíváncsiságról, és hogy ő neki van valami dolga ezzel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy minden kérdés kérdés. Ha én ezt nem tudom, akkor nézzek utána. Lehet olyat mondani, hogy jé, mi jut neked eszedbe, látod, én erre sose voltam kíváncsi. Ezzel a gyerek azt érzi, hogy ő valamilyen szinten mást tud, mást akar tudni, mint az anyukája, és akkor ezzel nem lesz semmi baj. De hogyha azt mondjuk, hogy hát ezt még én se tudom, nem kell neked ezzel foglalkozni, akkor úgy gondolja, hogy akkor tényleg itt le kell állni. Tehát ha kérdez, akkor válaszolunk neki. Ha én nem tudom, akkor elmegyünk oda, aki ezt tudja. A óvodáskorban biztos, hogy az érzelmi biztonságot kell megteremteni. Alsó tagozatban az alapozó időszak, mert az általános intelligencia nélkül azért a különleges képességek nem tudnak kifejlődni. Felső tagozatban a szakkörökkel, a fakultációval egészen biztos, hogy el tudnak jutni olyan helyzetbe, amiben a gyerek az érdeklődését tovább tudja srófolni. Aztán kész középiskolában meg a pályaválasztásnál mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha megfelelő felnőtt környezet van a gyerek körül, aki részben kiegyensúlyozott, és nem csak azt a területet viszi, amiben tehetséges, hanem amiben tehetségtelen is, ugyanis nagyon fontos az, hogy az önbizalma is növekedjen a gyereknek, mert ha azt látja, hogy ő valamiben nagyon tehetséges, de egyébként nem tudja kézben tartani az életét, akkor fél lábon áll, és igazából egy sikertelen ember lesz, és azt gondolom, hogy nem azt szeretnénk, hanem a tehetséges ember az tartsa kézbe az életét, legyen boldog, örüljön mindennek, a hétköznapi apróságoknak is, meg a nagy dolgoknak is, amiket ő tud művelni. Tehát a szülőnek mindenképpen a segítségére kell lenni, beszerezni olyan információs anyagokat, olyan helyeket, ahol fejlődni tud, olyan embereket megkeresni, akivel együtt tud működni a gyerek, mert az sem mindegy, hogy kivel tud együtt működni. Tehát azt gondolom, hogy a szülőnek van felelőssége ebbe, és az nagyon jó, hogyha jó kapcsolat van a szülő meg a gyerek között, mert az fél siker. Gyakori kérdés, hogy a teljesítmény mögött hány százalék tudás és hány százalék tehetség áll. A szakember azt mondja, hogy létezik veleszületett tehetség, de ez nem elég a boldoguláshoz. Azt gondolom, hogy ez változó, hogy kinek milyen, mennyire erősek azok a különleges képességek, amivel a világra jött. És biztos, hogy van olyan, akinek 50-50 százalék. Azt gondolom, hogy 50 százalék alatti képességgel születetteknél a tehetségről nem nagyon beszélhetünk. Ott inkább a szorgalom, a kitartás az, ami meghozza az eredményt. Lehet attól még tehetséges, de egy kicsit jobban igénybe veszi, megterheli, szoktuk mondani, izzadság szaga van egy kicsit, de ugyanúgy tiszteletre méltó, azt gondolom, mert abban több energia van. Aki úgy kirázza a kis ujját, az is nagyon klassz, mert ő meg élvezi, tehát ő másmilyen szinten lesz tehetséges, és azt gondolom, különbséget nem érdemes a kettő között tenni.
Sok érdekes dolog kiderült szerintem ebből a beszélgetésből, például az, hogy hagyjuk a gyerekeket kérdezni, és próbáljunk meg válaszolni is a kérdésekre, hisz ezekből derül ki, hogy mi érdekli őket, és talán azon a területen tehetségesek. És az sem mellékes, hogy önbizalma is legyen a fiatal tehetségnek, de persze azért ne túl sok. A következő percekben három fiatallal láthatnak beszélgetést. Ők a Helikon fődíjasai. Ritka dolog ez, hogy egy városból három fődíjas kerüljön ki. Tehetségesek és szerények. A Helikoni ünnepség a középiskolások művészeti versenye kezd helyen. A két évente megrendezett program egyedülálló kulturális esemény, melyet 18 művészeti kategóriában hirdetnek meg. Idén egyedülálló módon három pápai tűrös fődíjas volt. Kezdjük talán Tegyi Kornéllal, aki már alsó tagozatos kora óta mond verset és prózát. A legrégebbi, amire még emlékszem, az a Nagy László országos vers és prózamondó verseny volt Veszprémbe, amire, ha jól emlékszem, harmadikosként mentem el. És az volt az igazi nagy közönség, az első országos verseny. De voltak itt Pápán ezek a városi versenyek, vers, prózamondó versenyek, aztán az iskolába is voltak. Kornél a Helikonon vers és próza kategóriában kapott fődíjat. Mint mondta, a jó eredmény köszönhető egyrészt annak, hogy már rutinos versenyző, másrészt, hogy valóban szereti, amit csinál. Az előadásmód, ami ugye nagyon fontos. Meg hogy én is élvezzem. Én azt szeretem, hogyha én is élvezem azt a verset vagy prózát, amit mondok. És nem csak az a kényszer van benne, hogy megtanultam, elmondom, aztán tessék, értékeljék, hanem örömet nyújt nekem az, hogy mondhatom. A fődíjjal egy színházi kurzus járt, melyben többek közt Hámori Gabriellával dolgozhatott együtt Kornél, aki a tehetség szó hallatán elmosolyodott. Szerinte a tehetség szubjektív és nagyon sokszínű dolog. Magamat nem is ítélem meg, hogy vannak versenyek, vannak eredmények, vannak versenyek és nincsenek eredmények, ez váltakozik. Hát nem tudom, hát munka van benne, gondolom minden tehetség dolgozik azon, hogy tehetségesebb legyen. Hát munkával szerintem bármi elérhető. Mindenki tehetséges valamiben szerintem? Biztosan. Csak rá kell jönni, hogy mibe aztán. Onnantól már lehet rajta dolgozni. Kornélt elkísérte édesapja is, Tegyi Tibor, aki nem csak saját fiát és lányát, hanem színjátszósait is segíti tehetségük kibontakoztatásában. Tehát önmagában egy gyerek hiába tehetséges, szerintem, hogyha nincsen valaki mellette, ez lehet tanár, lehet szülő, aki ezt a tehetséget erőlteti. Mert a gyerekekben attól gyerekek, hogy nagyon sok minden felé szét tudnak folyni. Mi felnőttek azért jobban kontrolláljuk magunkat. Tehát, hogyha nem kapnak állandó megerősítést abban, hogy igenis te figyelj oda a tehetségedre, mert érdemes vele foglalkozni, mert ebben jó vagy, és vannak tovább lépési fokozataid, és van ebben még, amit ki lehet hozni, és van hova eljutni, akkor hajlamosak ott hagyni ezt a dolgot, én azt gondolom. Mert lesz egy másik terület, ahol meg könnyebben, kevesebb munkával, nagyobb élvezethez, vagy nem tudom én, tehát hogy ezek így vannak szerintem, tehát kell melléjük valaki, aki ezt viszi. És szerintem a nálunk ez a fajta tehetség ezért látványos, mert hogy vannak mellettük emberek, akik figyelnek a tehetségükre. És ezt szülőként is ezt tudom neked mondani, hogy a szülőként ez ugyanúgy van, hogyha észreveszed azt, hogy a gyerekednek van valamihez érzéke, akkor hagyni kell, hogy azt csinálja, meg ha van hozzá kedve. És nem szabad hagyni, hogy abba hagyja. Mert hogy igen, ebből nekünk is időnként voltak már vitáink, hogy mert mindig bejönnek új dolgok, amik izgalmasak és érdekesek, és pont az újdonságok miatt nagyon sokszor mi is így vagyunk ezzel. Tehát, hogy ami új, az úgy vonz, és érdekes abba is kipróbálni magadat, de ez nem jelenti azt, hogy a korábbit ott kell hagyni, és le kell rakni. Mert nem tudod, hogy egy-két év múlva abba hova jutnál el, vagy hova jutsz el. Tehát ezt nem szabad, én azt gondolom, hogy nem szabad hagyni, csak úgy kihújni azt. Vizer
Dávid az első a családban, aki hivatásszerűen foglalkozik a zenével. S most érettségi előtt döntött úgy, hogy bár történelem tudása is kiemelkedő, mégsem bölcsész hallgató lesz, hanem zenét tanul majd. Énekelni a Munkácsiban kezdett, a gimnáziumi években pedig tagja lett a Türös Énekkarnak, majd Eisenbeck Ágotánál kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel. Én már az általános iskolában ugye, énekórákon éreztem azt, hogy szeretem a komoly zenét, míg többi osztálytársam nem igazán kedvelte ezt a fajta műfajt. És emlékszem rá, hogy az énektanáromtól, az első énektanáromtól, Kovács Gyöngyi nénitől mindig elkértem azokat a CD-ket, amiket hallgattunk órákon, és otthon meghallgattam ezeket ismét. Hát számomra az éneklés az mindig öröm. Olyan még nem volt, hogy úgy éreztem, hogy nincs kedvem énekléshez. Bármilyen fáradt legyek, vagy bármilyen hangulatban is legyek, az énekléshez mindig van kedvem. Hát az itten énekórák Hági nénivel pedig hát jó hangulatban folynak. És hát azért Ági néni természetesen érzem, hogy igazán felkészült, és tehát az órákat felkészülten tartja meg. Olyan őstehetség a zenészek és énekesek közt sincs, aki erőfeszítések nélkül ért volna a csúcsra. A ragyogó előadó művészt azt különbözteti meg a többi tehetségtől, hogy keményebben dolgozott. Ezt vallja Eisenbeck Ágota is, akinél sok tehetséges, majd később sikeres énekes megfordult már. Szóval hiába van tehetség, hogyha nincs hozzá szorgalom, hogyha nincs kitartása, ha nem szeret gyakorolni, ha nem szeret foglalkozni, nem csak az énekléssel, hanem magával a zenével. Tehát beleírtam a zenehallgatást, az elméletet, tehát a zeneelméletet. Tehát ami nagyon fontos. Tehát ha mindez nincs, nem párosul a tehetséggel, akkor az nem bomlik ki soha. A tehetség az már önmagában véleményem szerint több rétű, hiszen ugye hát egyrészt kell lenni egy hangi adottságnak, másrészt pedig azon kívül, hogy valakinek jó a hangja, azon kívül különlegesnek is kell lennie, hogy meg tudja nyerni magának a közönséget, valamint az előadás módnak, a kifejező képességnek is úgy gondolom, hogy kifejezetten jónak kell lennie a hangi adottságok mellett. Dávid tehetséges? Én szerintem igen. Amikor ő eljött hozzám 3 évvel ezelőtt, hogy szeretné énekelni, tanulni, mindjárt megkérdeztem, hogy mit szeretne tanulni, klasszikus zenét vagy könnyű zenét, mert ugye manapság mindjárt az első a könnyű zene, és nagyon örültem, mikor azt mondta, hogy ő a klasszikus zenét szeretné tanulni, és meghallgattam, és azt mondtam, hogy igen, ez egy jó hanganyag. És aztán hát ugye elkezdtünk dolgozni, és aztán hát szép lassan kifejlődött. Dávid eddigi legnagyobb eredményének a Helikoni komoly zenei ének kategóriában elnyert fődíját tekinti. Vízer Dávid ősztől Budapesten tanul majd egy konzervatóriumban, a következő cél pedig a Zeneakadémia. S bár a komoly zene mellett kötelezte el magát, ő is épp úgy szereti szabad idejét a barátaival tölteni, mint minden kortársa. Azt azért elismeri, hogy a zene világa sok munkát követel. Hát főleg Magyarországon, mert ugye Magyarországon a zeneoktatás az eléggé elméletcentrikus, ugye a Kodály módszernek köszönhetően. És hát ugye az ének tantárgyak mellett rengeteg más tantárgy van, amelyek nem bizonyítani kell. Szolfézs, zeneelmélet, zongora és a többi. A harmadik diák Varga Benedek. Ő is épp úgy most érettségizett, mint Vízer Dávid. Osztálytársak voltak. Benedek eredmény listája hosszú. Először 2008-ban a Szavária karneválon készült fotójával nyert első helyezést egy pályázaton. Aztán következett egy internetes fotópályázat, egy angliai természetfotós honlap, ahol az ifjúsági kategóriában második helyezett lett Benedek ezzel a képpel. S aztán jött egy igazi külföldi siker. A következő díjamat a Sony World Photography Awards pályázatán értem el. Ez egy világfotópályázat, a legrangosabb fotópályázatnak mondják. Londonban kerül minden évben megrendezésre. A World Photo London rendezvénysorozat, ez egy hónapos fotós rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. Több mint 100 országból érkeztek be fotók, több mint 114 ezer darab képet küldtek be a pályázók, és az ifjúsági kategóriában, hát helyezést azt nem értem el, de kiállították a képemet Londonba. Ez rendkívül jó érzéssel töltött el, nagyon boldog voltam, amikor ezt megtudtam, hogy ki lehet az egyik fotóm Londonban, és erre vagyok a legbüszkébb is.
Ez azt jelenti, hogy benne voltál a legjobb 10-ben. Hát igen, de 6 darab fotó volt kiállítva a kategóriámból, tehát mondjuk a legjobb 6. Természetesen a fotósorozatért kapott Helikon fődíj is fontos Benedeknek, valamint a Diák Újságírók országos megmérettetésén is külön díjas lett egy téli kép sorozata. Mitől tehetséges valaki, mondjuk a fotózásban szerinted? Egyfajta külön látásmód kell a jó fotók elkészítéséhez, úgy gondolom. Meg kell látni azokat a kis pillanatokat, részleteket, amiket egy átlagos szem nem vesz észre, és ezeket meg kell örökíteni. De természetesen nagyon sok szerencse is kell, hiszen egy pillanat lehet, hogy csak egyszer történik meg az életben, és ha ott vagy akkor és lefotózod, akkor jó kép születik. De természetesen sok fotós csinálja azt, hogy megfigyel helyeket, főleg a tájképfotósok, hogy visszajárnak ugyanarra a helyszínre többször, más évszakokban, más időpontokban, és a legmegfelelőbb világítást kivárják, és azt fotózzák meg. Ez is egyfajta tehetség, úgy gondolom, hogy meglátják ezeket a helyeket, ahova érdemes visszamenni, és megtalálják azt az időpontot, ami a legalkalmasabb a kép elkészítésére. Te miben vagy jó, a pillanatfelvételben, vagy abban, hogy figyelj és várakozz? Szoktam visszajárni helyszínekre, ha vissza is megyek, akkor is más témát keresek inkább. Benedek főként természetfotókat készít, de gyakran kérik fel portréfényképezésre is. Talán embereket azért szeretek fotózni, hiszen az emberi szépséget tudom megmutatni velük. Szóval rengeteg, minden ember más, minden embernek más az arca, más a vonásai, más a gesztusai, és ezt csodálatos dolog megörökíteni, úgy gondolom. És aki nem szép? Megpróbálok mindenkivel a maximumot kihozni. A portréfotósnak nem csak jó szeme és technikai tudása kell, hogy legyen, de elengedhetetlen a jó kommunikációs képesség is, mondta Benedek. Például a portréfotózásban úgy gondolom, hogy ott a fotózás része maga a legkevesebb dolog. Tehát ott inkább ki kell tudnod építeni egy olyan kapcsolatot a modelleddel, hogy megnyíljon neked, hogy kiadja azokat az érzéseit, azokat a gesztusait, pillantásait, amit úgy természetesen kiad. Tehát ugye nyilván, hogyha egy fényképezőgép áll veled szemben, akkor összeszorul a gyomrod, izgulsz, nem mersz mosolyogni, nem természetesen mosolyod, és ezeket a gátlásokat kell legyőzni az alanyban, és akkor jó fotók születhetnek. És ez egy nagy kihívás számomra is, hiszen még nem, nincs egy tökéletes módszerem erre, de igyekszem minél többet gyakorolni, hogy ezt el tudjam sajátítani. Míg Dávid az éneklést választotta, Benedek számára a fotózás hobbi marad. Nem fotós egyetemre vagy főiskolára jelentkeztem, hanem a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki informatikus szakára, hiszen ez a dolog is rendkívül érdekel, a webfejlesztés és a számítógépes programozás, és úgy gondolom, hogy ezzel a szakmával meg fogom tudni teremteni azt az anyagi hátteret magamnak, amivel bejárhatom a világot és fotózhatok mindenfelé, és nem kell csatlakoznom a mókuskerekes fotósokhoz, akik az újságoknak házalnak, és mindenféle rendezvényen járnak minden héten, és belefásulnak ebbe a dologba. De a fotó megmarad. Természetesen nem fogom abba hagyni, hiszen nem tudok más hobbit elképzelni magamnak, ami ennél jobb lehet. A felmérések szerint az intelligencia csak 120-as IQ-ig befolyásolja a teljesítményt. Utána már olyan dolgok segítenek a boldogulásban, mint a szorgalom, családi háttér, lehetőségek, támogatások, és azért elkél a szerencse is, hogy jó időben, jó helyen legyen az ember. Remélem figyelték, hogy mind a három tehetséges fiatal hangsúlyozta, hogy fontos a munka. Anélkül nem születnek jó eredmények. Ennek jegyében búcsúzom, találkozunk hamarosan, akkor a vitaminokról lesz szó. Viszontlátásra!